Ezek a szövegek egy olyan 4 évben születtek, amikor én abba hagytam tulajdonképpen az RMDSZ elnökösködést, tehát a Romániai Magyar Érdekvédelmi Szervezet csúcsvezetői szerepéről saját döntésemből lemondtam. Úgy gondoltam, hogy itt az ideje visszatérni az irodalomhoz. Viszont azért nem adtam fel teljes egészében a politikai szerepet, hiszen ott vagyok még a román parlamentben 2016-ig, de már megpróbáltam íróként szemlélni a közéleti kérdéseket is. Tehát valószínűleg, hogy ebben azért vegyes ilyen szempontból az anyag, de lehet, hogy pontosan ezért is érdekes. Tehát amikor én arról beszélek, hogy kell vállalnunk a véleményünket nyilvánosan, hogy amennyiben módunk van rá, íróként is, értelmiségiként is, kell vállalnunk a körülöttünk lévő világ befolyásolását. Én nem arról beszélek, hogy legyünk politikussá, ez egy kivételes dolog, nem is biztos, hogy jó, nem is biztos, hogy hasznos. Én arról beszélek, hogy a magunk írói optikájából szóljunk hozzá a világhoz. És ami éppen azért fontos, mert nem politikusként fogunk hozzászólni. Na most nem arról van szó, hogy én például mondjuk politikai nyilatkozatot, tehát ilyen bükfanyelvű közleményeket vagy nyilatkozatokat beszerkesztettem volna ebbe a kötetbe, mert nem tettem ilyesmit. Tehát úgy gondolom, hogy ami ebben van, azok így vagy úgy érvényes szövegek. Tehát azért éppen ennyire nem keverem a kettőt. Nehéz attól szabadulni, hogy amikor irodalmi szövegeimet olvassák például, akkor ne a politikust lássák bennem, és ezen biztos, hogy jót tesz például a verseimnek, vagy az eszéimnek. Én megtapasztaltam azt, hogy a 90-es években mekkora súlya volt Magyarországnak, a magyar politikának, a magyar gazdaságnak, de a magyar kultúrának is ebben a térségben. És hogy most milyen sokat veszített a súlyából. És akkor erről megint kell beszélni, hogy ennek így kellett történnie, vagy történhetett volna másképpen is. Nem arról van szó, hogy a történelem így vagy úgy, de megy előre, és ezt mi nem befolyásolhatjuk. Sokszor egyszerű emberi döntéseken múlik az, hogy merre mennek tovább a dolgok.